Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A közelmúltban Ajkán zajlott a Patakparti Óvoda Erasmus Plus nemzetközi pályázatának partner találkozója. Mai magazinunkban elsőként erről láthatnak egy összeállítást. De kell ma ide, hogy Önöket is köszöntsék. A Patakparti óvoda számára mindig is fontos volt a művészeti nevelés, és az, hogy ezt minél szélesebb körben megismertethessék másokkal is. Ennek kapcsán jelentkeztek egy projektre. Mi volt ez a projekt? Igen, a Patakparti óvodában a művészeti nevelés, ez valóban erőssége az intézménynek. Ugye az Ajka Városi Óvodában mi egy pedagógiai program alapján működünk, de az óvodák megőrizhették sokszínűségüket, megőrizhették egyéni arculatokat, és nálunk a művészeti nevelés az nem csak a gyermekek közelében, hanem a felnőttek között is nagyon népszerű. A projektre 2013-ban az eTwinning felületen keresztül jelentkeztünk, ahol a román koordinátor partnerünk beválasztott bennünket ebbe a projektbe. Román, török, bulgár és lett ország vesz részt. Az első év az valóban a művészeti nevelés, a képzőművészet. A második év a tánccal, a néptánccal foglalkozik. Milyen értelemben kell ezt a projektet venni? Mik azok a részei, amikről részletesebben szó van? Részletesen szó van a képzőművészeti nevelésről. A projekt első feladata volt, hogy egymásnak képeslapokat küldtünk, amelyet a gyerekek készítettek. A mai találkozó, amit a héten rendez óvodánk, ez egy módszertani gyűjteményt készítettünk erre a projekt találkozóra, a nyomat, illetve a karcolás technikájával. Minden ország elkészítette a saját maga gyűjteményét, és a következő fél év feladata az lesz, hogy a partnerországok technikáival ismertetjük meg a kisgyerekeket az óvodában. Itt most hány vendég van jelen az óviban? Jelen 16 vendég van, Romániából, Bulgáriából, Lettországból és Törökországból érkeztek, illetve a team tagjai Hanis Henrietta, Pető Anita, és én Kaposiné Gunderma Lívia, az intézmény vezetőhelyettese kísérem őket, valamint a szakmai programokon Rácné Németh Csilla intézmény vezető fog bennünket kísérni. Milyen programokkal várják szeretettel a vendégeket? Mi az, amiket láthatnak itt az óvodában, és mi az, amivel megismerkedhetnek a városból és a környékről? Az első napot azt itt töltjük az óvodában, mert úgy gondoljuk, hogy a külföldi partnereinknek az első, hogy megismerjék ezt a csodálatos óvodát, megismerjék a művészeti nevelésünket, megismerjék programunkat, megismerjék a gyerekeket, az itt dolgozó pedagógusokat, dolgozókat. Délután 2 órától az önkormányzat vezetői köszöntik külföldi vendégeinket, és az Ajka Városi Múzeumban Ajka Város történetét, mezőgazdaságát, iparát mutatjuk be, illetve a művészetnél, hogy maradjunk, ott csuhézás lesz a partnereknek. Holnap ellátogatunk Tihanyba, Balatonfüredre. A művészeti nevelés az minden nap része a programunknak. A Levendula házban levendulából készítünk szappangolyót. Szerdán egy amatőr művészeti egyesületet, az Ajkai Művészeti Egyesületet mutatjuk be Papp Béla vezetésében, illetve Takács Magdolna művészeti vezető irányításával. Csütörtökön Magyar Polányba látogatunk el, ahol megmutatjuk azt, hogy az óvodára egy iskola hogy tud épülni, és onnét a Somlóra látogatunk el, és ott lesz a projekt záró napunk, és ott adjuk át a partnereinknek az oklevelet az egy hét eseményeiről, illetve az egy hét eredményéről. Térjünk egy kicsit vissza erre a mai délelőtre, ahol az itteni gyerekekkel ismerkedhetnek meg a vendégek. Egy aranyos kis műsort is megtekinthettek. Kik voltak azok a gyerekek, akik részt vettek, és kik voltak azok az óvónők, akik ezt megtanították a gyerekeknek? Pető Anita óvodapedagógus, ő angol nyelvű versekkel, illetve mesejátékkal köszöntötte a vendégeket, mivel ugye a pályázat nemzetközi nyelve az az angol. De mivel mi magyar óvoda vagyunk, mindenképp a magyar hagyományokra, a magyar művészeti nevelésre építünk. Kisné Csaplás Zsuzsanna, ő magyar néptáncot mutatott be a vendégeinknek.
Hamarosan körbejárjuk az óvodai csoportokat, itt jeleléssel ismerkedhetnek meg partnereink, a kutyaterápiával, a kutyával való felelős állattartással, a kutyaprogrammal ismerkedhetnek meg egy-egy percben, illetve a nyomat, a karcolás technikáját mutatjuk be, és magyar körjátékokat mutatunk be még külön egy-egy csoportban. Lesz-e arra lehetőség, hogy az Ajka Városi Óvoda más intézményeiben dolgozó óvodapedagógusokkal is megosszák majd a tapasztalataikat? Erre már volt lehetőség. A projekttájékoztató napját azt nyíltan szerveztük meg, a városi óvónőket is hívtuk erre, illetve a városvezetőit is. A múlt héten volt nevelési értekezletünk, ott beszámoltunk a pályázat a projekt eddig elvégzett feladatairól, illetve a jövőbeli feladatairól, és mindenképp azokat a produktumokat, mint a művészeti gyűjtemény, a naptár, a táncgyűjteményt, azt mindenképp megmutatjuk a többi kolléganőnek, hisz egymástól tanulás elvét érvényesítjük, és mindenképp szeretnénk a város többi óvodáinak is átadni a tapasztalatokat és az eredményeket. Pár napja érkeztek ide Magyarországra. Mi az, ami eddig tetszett önöknek? We arrived to Budapest, the capital of Hungary. Vasárnap érkeztünk Budapestre. Aznap délelőtt részt vettünk egy városnéző túrán, ami nagyon tetszett, és utána érkeztünk Ajkára. Ez a város is nagyon szép, jó, hogy sok ember van itt, akik nagyon kedvesek, és minden olyan nyugodt, lassú. Az ajkai óvoda, ahova ellátogattak, hogy tetszett? We like your kindergarten in the... Nagyon tetszett. Tetszik, hogy otthonos az óvoda, a gyerekek nagyon otthonosan érzik magukat, és sokkal csendesebbek, mint nálunk. Furcsa számunkra, hogy nagyon sokféle technikát alkalmaznak az itteni óvónők a csoportokban, és hogy itt találkoztunk szülőkkel. Nálunk Törökországban ez nem így van, nekünk nincs kapcsolatunk az intézményen belül a szülőkkel. Nálunk Magyarországon nagyon ritka, hogy egy férfi dolgozik óvóbácsiként egy óvodában. Önöknél ez Törökországban mennyire gyakori? It's growing. Like also before 10 years there were not so much. A férfi nevelők létszáma az elmúlt években emelkedett meg nálunk, ami az elmúlt 10 évben nem volt jellemző. Mostanában nagy hangsúlyt fektetünk az iskola előtti képzésre, mert legalább a gyerekek 50%-a vesz részt ebben, és mivel sok családban nincs apa, kell a gyermeknek az apa férfi minta is. Igyekszünk azt elérni, hogy fele-fele arányban legyenek női és férfi óvodapedagógusaink az intézményekben. Mik azok a hasonlóságok, illetve különbségek, amik a törökországi óvodapedagógusi munkát és a magyarországi pedagógusi munkát jellemzik? Yeah, especially for preschool education, we almost use the same. A mi óvodánkban nagyobb hangsúlyt fektetünk a szerepjátékokra, a magyarok kézügyességben jobbak, azt többet fejlesztik. Nagyon rácsodálkoztunk például arra, hogy itt a művészeti tevékenységek során éles eszközöket is alkalmaznak. Megfogalmazódott bennünk, hogy merik itt a kezükbe adni a gyerekeknek ezeket az éles eszközöket. Mi ezzel nem értünk egyet. Ugyanakkor a művészeti technikáink nagyon hasonlóak, ez fontos számunkra, hogy a nevelési munkában megjelenjen. És nagyon sok mindent használnak itt Magyarországon, amit mi nem. Azokat a tapasztalatokat, amiket itt látott, megpróbálja majd, ha hazamegy, akkor az ottani hétköznapi munkájába is valahogy bevenni? Igen, mindenképpen. Nagyon tetszenek, főleg a kézügyesség fejlesztő foglalkozások, és az, hogy a gyerekek kis állatokkal játszhatnak együtt. Az így gyűjtött tapasztalatokat, ismereteket mindenképpen ki fogjuk próbálni otthon, mivel tulajdonképpen a projekt célja is az, hogy a legjobb ötleteket és nevelési gyakorlatokat megosszuk egymással a 4-5 ország művészeti tevékenységéről. Hogy tetszettek önöknek az így gyűjtött tapasztalatok? Özellikle hükümetin koyduğu kurallara uyması, insanların hayatının kolaylaştırması. Az első benyomásom itt önöknél az volt, hogy sok a szabály, hogy itt mindenki szabályok szerint él, de ugyanakkor nekem nagyon kellemes élményeim voltak eddig. Az óvodával kapcsolatban azt látom, hogy itt minden óvodapedagógus nagyon keményen dolgozik. Nagyon tetszik, hogy az emberek felelősséggel vannak egymás iránt, sok a szabály, de ezt betartják, és ez így egy biztonsági érzetet ad. İstersen bir çevir, ondan sonra şey yapayım.